Sziasztok! Mai videót azért készítem, mert szeretném nektek bemutatni, remélem jól mondom, a Jose Power által gyártott és forgalmazott e-bike átalakító készletet. Interneten vásároltam, gondolván, hogy ez egy jó minőség, és azért esett erre a választásom, mert az én kerékpáromat magában én szerettem, és nem szerettem volna e-bike-ot vásárolni helyette. Az én igényeimet maximálisan kielégítette ez a kerékpár, viszont van egy cákászörű tacskónk, akit szoktunk a biciklivel szállítani, és ebből adódóan okozott nehézséget néha hegyen fölfele lévő kerékpározás, ugye ez 11 kg a kutya, plusz a kosár, ami rajta van, illetve én se vagyok éppen egy nagyon kisportolt kerékpározó, inkább hobbi kerékpárosnak mondom magamat. Szóval azért gondoltam, hogy egy ilyen átalakítóval meg tudom-e oldani azokat a nehézségeket, amik előttem álltak. A kerékpárról előtte, átalakítás előtti videót nem készítettem, csak fényképeket, azokat majd becsatolom ide a videó alá. És most jelenleg már az átalakított e-bike kerékpárt látjátok. Elmondanám, hogy miről volna szó. Tehát volt egy hátsó kerék, komplett kerék motorral együtt, amit itt láttok. A másik oldalról jobban látszik az embléma. Szóval őt, ezt a kereket ez a cég gyártja, Jose Power. 350 wattos a motor. Kompakt összeszerelve kaptam gyakorlatilag, tehát nekem át kellett rá szerelnem a fogaskerék részt, illetve ugye nyilván a gumit kellett átszerelnem, be kellett szerelnem a kerékvázba, fel kellett rá szerelnem az akkumulátort tartót, az akkumulátort, illetve össze kellett a kábeleket gyakorlatilag kötnöm. A célom az volt, hogy ugye nagyon sok videót láttam az interneten, ahol csinálnak hasonló kerékpár átalakításokat, de én úgy gondoltam, hogy szeretném egy kicsit minőségibbre megcsinálni az átalakítást, tehát nem szeretnék még plusz rengeteg kábelt látni a kerékpárhoz hozzákötözve, ezért az volt a terv, hogy én a lehetőség szerint azokat a kábeleket, amelyeket el lehet rejteni a kerékpár vázba, azokat megpróbálom elrejteni. Kezdeném gyakorlatilag magától a keréktől, tehát ugye a kerék agyának kivezető kábele az ez, ezt ugye nem nagyon lehet elrejteni így a kerékvázba, hiszen ez itt ezen a csonkon keresztül kijön az elektronika, ezen a kábelen keresztül gyakorlatilag itt átvezettem és csatlakoztatom ebbe a táskával lévő vezérlő egységhez. Nagyon nehéz lett volna ezt a kábelt ebbe a csővázba behelyezni, nagyon szét kellett volna fúrni ezt a csővázat, hogy belevigyen, és akkor a következő nehézség pedig az lett volna, hogy itt így is úgy is ki kellett volna hoznom, ezért úgy döntöttem, hogy ezt az egy kábelt, ezt megpróbálom ennek a csőváz háta mögött átvezetni, gyors csatlakozókkal rögzíteni. Én azt gondolom, hogy ez még vállalható, és gyakorlatilag a kerékpár esztétikai kinézetén nem nagyon változtatott. Ugye a kormányon található maga a vezérlő egység, amit én jobb oldalra helyeztem el, hiszen ennek a vezérlő egységnek van egy ilyen felfogatása, itt jól lehet látni, és látszik, hogy a felfogatáshoz képest maga a vezérlő egység jobbra esik, tehát úgy gondoltam, hogy ezt a vezérlő egységet nem fogom tudni áttenni a másik oldalra, mert akkor belelógna magába a kormány vázba. A kerékpár átalakító szethez tartozik gyakorlatilag még egy ilyen sebesség
nem is tudom pontosan ezt hogy hívják, mint a rolleren van ez a nyomógomb, amivel gyakorlatilag lehet motorozni is. Ezt pedig erre az oldalra helyeztem el. Igazából volt is hozzá megfelelő helyem, hogy el tudjam ezt helyezni. Egy picit kellett mozgatni ezeken a szivacsokon, de önmagában jól el lehetett helyezni. Két darab fékkar is bent volt az átalakító szedbe, hiszen ezek a fékkarok, ezek elektronikai kábellel vannak ellátva, amelyek érzékelik a fékhúzáskor azt a információt, hogy a motor vegye el a teljesítményt, vagy a motorról kerüljön le a teljesítmény, mert a kerékpározó személy az most itt fékezni szeretne, tehát a kettőt együtt ne csinálja, ezért gyakorlatilag egy automatika azonnal elveszi a motorról a teljesítményt, és így biztonságban érezheti magát a kerékpározó. Ott van a videó, ahol azt mondták, hogy ezt nem tudják felszerelni, ezt a fékkar rendszert, mert őnekik másfajta fékkar rendszerük van. Hát őnekik üzenném, illetve azoknak, hogy még esetleg átalakításon gondolkodnak, hogy nagyon fontos, hogy ez az elektronikus fékkar, illetve vele a szenzorral ellátott fékkar felkerüljön a kerékpára, mert bizony-bizony volt olyan szituáció, amikor próbálgattam, és tényleg azon múlott, hogy elvette tőle a motortól az energiát, és azért nem estem el, mert nagyon erős ez a motor, és hogyha csak azon múlana, hogy éppen tekerem a pedált, vagy nem tekerem a pedált, akkor bizony akkor lehetnek problémák. Szóval kipróbálás alapján azt mondom, hogy a fékkarok biztos, hogy jó, ha felkerülnek erre a kerékpárra, és bekötésre kerülnek. Oké, tehát itt látszik gyakorlatilag, hogy az egyik fékkarról jön egy kábel, utána ugye a vezérlőegységről még egy kábel, a másik oldalon szintén egy másik fékkarról jön egy kábel, illetve magáról arról a gázkarról is gyakorlatilag jön egy kábel, tehát fizikailag négy kábel az, amit el kell tudni helyezni, és én ezt bevezettem itt ebbe a kerékpár, legvastagabb kerékpárváz részbe. Úgy kifúrtam, kapott egy tökéletes gumidugót, ami gyakorlatilag megakadályozza a víz befolyását. Itt át van vezetve ezen a kerékpár oszlopon, és a másik oldalt vezettem ki. Tehát itt jön ki, gyakorlatilag ott már csak egy kábel van, hiszen magában a kerékpárvázban a négy kábel az összefut egyé, egy ilyen központosítón keresztül, és itt már csak egy vastagabb kábelt kellett kivezetni. Itt van az a rész, ahol a kerékpár pedálszenzor is rákerült erre az oldalra, és itt gyakorlatilag azt a megoldást választottam, hogy felfele áll a szenzor, itt átvezettem a váltóbovden tartó szerkezet mögött, hogy egy megfelelő védelmet kapjon, és utána pedig itt ez a fölfele menő üléstartó vázcső is ki lett fúrva, és itt átvezettem gyakorlatilag a fentről, a kormányról jövő kábelt, bevezettem a kerékpár, illetve a pedálszenzort, és ugye van itt egy újabb kábel, az pedig az akkumulátornak, az akkumulátor tartónak, illetve az akkumulátornak a kábele. Ezek a kábelek bekerültek ebbe az oszlopba, és fel lettek vezetve idáig, hiszen itt már a táska van, és a táska alján itt van egy gyárilag elkészített bevezető nyílás, hát ezt nem tudom, hogy mennyire fogom tudni megmutatni nektek. Szóval itt van ez a bevezető nyílás, ez egy gyárilag elkészített, és én pedig ezt az oszlopot innentől idáig használtam fel arra, hogy a kábeleket elvezessem. Ide szintén fúrtam egy lukat, ide is kapott egy gumidugót, és ezek a kábelek, amelyek itt az oszlopban elvezetésre kerültek, itt lett bevezetve ebbe a táskába. A táskába került bele a szethez tartozó vezérlő egység. Ez egy lánc, ezt kiveszem.
és itt látszik, egy vezérlőegység van elhelyezve itt a táskába, és itt vannak a kábel csatlakozók gyakorlatilag összekötve a vezérlőegységgel. És így önmagában egy vízhatlan területre kerültek be, tehát hogyha mondjuk a kerékpározás közben eső érne, akkor is lehetőség szerint megfelelő védelmet nyújthat az eső ellen, tehát ezek az elektronikai alkatrészek, illetve csatlakozók megfelelően védve vannak a zápor ellen, eső ellen. Nagyjából így néz ki a dolog összeszerelve. Én azt gondolom, hogy szépen sikerült, megfelelően sikerült a installációt elkészíteni. Maga a kerékpár önmagában nem hüllemében nem nagyon változott, illetve hát nyilván az akkumulátor az, ami nagy részt megváltoztatta a kerékpárnak a külsejét. Azon kívül, ha most valaki így a távolból ránézne, nem nagyon látná azt, hogy ez egy átalakított elvált. Ez a kerékpár ez eleve 3x9 váltós, tehát 27 váltó fogaskerék van rajta, és én ezt szerettem volna megőrizni, tehát ezért gondolkodtam két dologban, hogy vagy első motorost választak, tehát van olyan kerék, ahol az első motor, az első kerékben van a motor, illetve van olyan változat, ahol a hátsó kerékben, mint amit én vásároltam, és van ilyen középmotoros is, amit itt a erre a részre, tehát a hajtó részre kell rászerelni. Most az első kerekes változat az nálam azért esett ki, mert az 250 wattos motor tudnak csak oda jelenleg biztosítani, vagy talán nem is akarnak nagyobb motort adni oda, és azt olvasgattam össze az interneten, hogy az első kerekes változat az kevésbé jó megoldás ebből a szempontból, mert orrnehéz lesz a kerékpár, és akkor ez nem biztos, hogy jó. Középmotorost azért nem akartam választani, mert nekem középen van 3 fogaskerekem. Én ezt a 3 fogaskereket ezt meg szerettem volna tartani, tehát a váltót magát nem szerettem volna lejjebb adni, úgyhogy igazából ehhez a hátsó motorhoz került a választás. Nagyon jól illeszthető volt, nagyon jó kompatibilis volt a fogaskerék felhelyezési rész is, és igazából nem okozott olyan túlságosan nagy nehézséget ennek az összeillesztése. Voltak azért némi átalakítási részek, de hát ezt egy ügyeskező szaki azt szerintem meg fogja tudni csinálni. Lyukakat kellett egy kicsit átméretezni, hogy a maga a tengely megfelelően a helyére kerüljön, úgyhogy különösebben más nem nagyon. Jó, akkor most pedig fel fogom rakni az akkumulátort, és akkor megnézzük itt a tartón, hogy működik ez. Az akkumulátor még most itt a kerékpár alatt látható. Akkumulátorról műszaki adatokat milyen tudnék mondani, most fejből nem nagyon megy. A lényeg az, hogy 17,4 amperórást vásároltam, tehát nem kicsit, nem is a legnagyobbat vásároltam, de úgy gondoltam, hogy egy 13 amperórást ajánlanak egyébként kompakt szedbe hozzá. Megnézegettem a videókat, illetve utána olvasgattam, hogy egy 13 amperórás az mit bír. Hát az is egy 50-60 kilométert el lehet vele bicajozni normál körülmények között. Én az miatt, mivel hogy a kutyát ebbe a hátsó kosárba szoktuk szállítani, az miatt meg egy normál távolság miatt egy kicsit nagyobb akkumulátorra tettem a voksomat, tehát ez egy 17,4 amperórás akkumulátor, amivel ilyen 60-70, akár 80 kilométert is teljes energiával el lehet tekerni, illetve hát hogyha az ember egy kicsit vigyáz az energiákra, akkor gyakorlatilag ezzel akár 100-150 kilométert is el lehet bicajozni, akkor pedig nem a legnagyobb teljesítménnyel megy az ember, hanem egy
átlagos mérőn teljesítménye. Tehát felkerült az akkumulátor, most kulcs nincs nálam, úgyhogy azt nem tudom megmutatni, de nyilván be lehet zárni, hogy ne lehessen ellopni. Nagyon jól, nagyon jó erős ez a tartó, tehát megfelelő tartás biztosít a bicajnak. Ott is egy kicsit át kellett alakítani, tehát a lukak nem az ennek a palasztartónak a lukjai helyére estek, úgyhogy fúrnom kellett rá két lukat, illetve két menetet kellett rögzítenem, és utána pedig már megfelelően működött a rögzítés. Itt van egy töltőcsatlakozó rész, tehát ugye itt kinyitod, itt tudod tölteni, ezt lehet tölteni a bicajon kívül is, tehát leveszed, beviszed és tudod tölteni. Úgyhogy igazából nem egy... Szóval felkerült az akkumulátor a helyére, megmutattam, hogy hol tudod tölteni. Itt van rajta egy bekapcsoló gomb, amivel áram alá tudod helyezni. A másik oldalán kizárólag csak a záró zárszerkezet található, úgy igazából mást nem lehet találni. Oké, akkor üzemeljük be, tehát bekapcsoljuk, be is van kapcsolva, és akkor itt fent ezen a vezérlő panelen kell egy kicsit hosszabban nyomni a gombot, be kell állítani, hogy hányszoros a bringa, ezt itt a set funkcióval tudod megcsinálni, ugye hosszan nyomod. Az elsőn mutatja, hogy igazából mennyit mentem vele idáig összesen, a kettesen mutatja, hogy mi a maximális kilométer, tehát le lehet korlátozni, ugye ezt 40-ig lehet, 40 km per óráig lehet állítani, majd beszélek arról is, hogy mennyivel tudott menni ez a bicaj. A hármasban állított be a colméretet, hogy hány colos a bringának a kereke, ez ugye 28 colos. A négyesben ott igazából kilométert választasz, vagy mérföldet, és igazából ennyi. Hogyha minden a helyén van, akkor hosszan megnyomod, visszaáll a vezérlőegység a helyére. Ezzel a két gombbal választod ki, hogy milyen sebességfokozatba akarod tekerni a bicajt. 5 fokozat van rajta, az 5 az már nagyon erős, úgyhogy nagyon észnék kell ott már lenni, majd elmondom a tapasztalataimat. Most 37,1 volttal van feszültség alatt a akkumulátor, illetve a készülék, hát 41 volt volt, mikor teljesen feltöltöttem, 32 kilométert mentem vele itt most hegyen, völgyön, tökön uborkán keresztül, és igazából kicsi eltérést látok a vezérlőegységen mutatott érték, bár azt nem tudom a három kockát, az 5 kockát azt tudom, az tele volt, a 3 kocka most akkor ahhoz képest mindenki döntse el, hogy meddig van, gyakorlatilag mondjuk akkor az azt jelenti, hogy 3/5-ig, és itt is van egy gyakorlatilag egy ellenőrző kontrollpont, de akkumulátorral megnyomod, akkor látod, hogy mi a töltöttségnek az értéke. Hát itt most mindegyik világít még, tehát látszik, hogy jobb oldalt az utolsó zöld led is világít, de önmagában már itt fent nem mutat annyit. Le fogom tesztelni, majd talán csinálok róla még egy videót, hogy egy töltéssel végül is hány kilométert mentem el. Most már kicsit hidegebbek vannak, tehát nem tudom annyira használni, de azért majd jelentkezni fogok, hogy végül is egy töltéssel ezzel az akkumulátorral milyen teljesítményt értünk el. Oké, akkor mindjárt leteszteljük a bicajt, hogy működik. Visszahelyezem, vagy bezárom ezt a kis táskát. Jó, most a mostani próbánk akkor a gázkarral fog menni. Igazából most 5-ösben van, és 5-ösben elkezdem a gázkart húzni, ugye el is indult a hajtja már a bringa kerekét. Már jó kis hangja van, tehát nem hallok semmiféle olyan hangot, ami zavaró lenne. Elég csendes volt kerékpározás közben is. Nézzük, hogy 20-21-jel, nézzük, hogy maximum most meddig megy fel.
Hát itt a tartón keresztül ötösben, most már majdnem 34-jel, meg a bicaj. Hát első teszteléseim alapján azt tudom mondani, hogy egyébként így kutya nélkül, de ezzel a súllyal, amit most itt gyakorlatilag fent van, tehát ez a kosártartó, illetve kosárral, egy 36-tal tekertem már a napokban. Igazából teljesen fel volt váltva legnagyobb fokozatban, úgyhogy fizikailag én jócskán rásegítettem, de a kerékpár is szépen hozta, ami elvárható volt tőle. Vásároltam még hozzá egy ilyen akkumulátorvédő kis sapkát, ezen is van egy ilyen jó kis logó. És igazából ezt azért vásároltam, mert nem szeretném, hogyha bicajózás közben esetleg eláznék, vagy elázna az akkumulátor. Úgyhogy hát nem tudom, ezt most egy kézzel hogy fogom tudni feltenni, vagy videózni is, de talán majd sikerül. Egy kézzel nem sikerült, viszont felhelyeztem a helyére. Így néz ki ez a kis akkumulátorvédő kis táska. Nagyon jó kis minőségből van, jó kis anyagból van, és hát remélhetőleg tényleg fogja a funkcióját is tartani, tehát nem fogja áttereszteni a vizet. Egyébként a maga a kábelezése az akkumulátornak bent van egy ilyen fémházba itt alul, ami eléggé védett helyen van, illetve magán a kábeleken is nagyon jó kis védelem, ilyen gumi csöveket raktak rá, amivel egész jól lehet biztosítani azt, hogy se a pára, se a megfelelő, vagy a esetleges befolyó víz miatt ne kerüljön zárlat alá. Úgyhogy összességében azt tudom mondani magáról a szetről, hogy kifejezetten jó minőségű, és viszonylag könnyen szerelhető, tehát egy ügyes szaki az gyakorlatilag egy-két nap alatt ezt ebben a formában át tudja alakítani. Jó, akkor most pedig felpattanunk a bicajra, és megnézzük, hogy hogyan megy a valóságban. Na kérem, itt vagyunk megint. Szóval itt, hogyha kicsit még egyszer megnyomod, akkor például esti bicajózásnál világít is a kijelző, ami egy nagyon jó kis funkció. A próbák alapján én már kitapasztaltam, hogy ötödikbe iszonyatos nagy nyomatékot ad ez a 350 wattos motor, úgyhogy alapvetően itt látszik, hogy ha nulla, akkor ugye nem ad rá semmit, egyes akkor eco funkcióban van, kettesben is még eco, hát nyilván ott egy kicsit nagyobb nyomaték, hármasban normál, négyesben is normál, ez egy nagyobb nyomaték, és ötösben power funkció. Hát én hármassal szerintem a 3-as az egy normális bicajozási megfelelő nyomatékkal bíró rész, úgyhogy igazából én ezzel a 3-assal mutatom most meg nektek. Az 5-ös az nagyon veszélyes már, hogyha hirtelen lelassítasz, és utána pedig rálépsz a padára, és elkezded tekerni, olyan nyomatékot ad, hogy nagyon észnék kell lenni ahhoz, hogy ne csusszon ki a bicaj alulad, és ilyenkor jön be az a fontos információ, amit az elején már mondtam, hogy a fékpedálok vagy a fékkaroknak a működése nagyon jó, hogy szenzorvezérelt, mert volt olyan, amikor jöttek szembe velem a bicajosok, ugye le kellett lassítanom, illetve amikor lassítottam, fékeztem, de egy picit tekernem is kellett, de most mikor tekertem volna, és nem tudtam volna a fékkel lekapcsolni a motor teljesítményét, akkor a tekeréstől ráadtam a teljesítményt, lehet, hogy össze is ütköztünk volna, de nagyon sokszor van olyan bicajosoknál, hogy kicsit tekerni is kell, de fékezni is kell, valamit jól ki kell kerülni, tehát mind a két funkciót használja egyszer az ember, és hogyha a fékkarokon nincsen rajta ez a szenzor, tehát nem szerelik rá, akkor bizony a pedál nyomásra lehet, hogy ráadja a teljesítményt, és akkor lehet probléma. Szóval erre azért felhívom a figyelmeteket, hogy nagyon figyeljetek. Na jó, akkor megpróbálok most egy olyan videót csinálni, ahol megpróbálom mutatni kerékpározás közben, hogy mi történik, bár nem lesz könnyű.
itt már nyomja nagyon neki, és igazából, ha most egy picit majd feljebb megyünk, akkor megmutatom, hogy hármasba, nagyon kevés tekeréssel, milyen sebességgel tudunk haladni. Hát most már fel kellene váltanom, mert igazából a pedálozással nem érem el azt a előt, tehát semmit nem fejtek ki, semmilyen előt nem fejtek ki. És ugye ott látszik bal oldalon van egy ilyen skála, ami mutatja, hogy milyen nyomatéka van a motornak, és igazából annak a skálának ott normál tartományba kellene lennie, tehát az azt jelenti, hogy közben váltottam, szóval normál tartományba kéne lennie neki, ami azt jelenti, hogy valamilyen nyomatékot ráhelyez a kerékpárra, de mégse annyit, hogy csak a motor működjön. Tehát valahol ott középen. Nekem is kellene egy kicsi energiát kifejtenem kvázi. Mert hogyha csak a motor megy végtelen végig, akkor ugye kerékpározásnak értelme nem lesz már. Ezt ki kell majd mindenkinek tapasztalni, azt az értéket, ami ő neki a megfelelő. És váltok itt az utcában, mert úgy néz ki, hogy a hármas is nagyon magas volt így ehhez a sebességhez, vagy ehhez a tekeréshez. Na most például nagyon jó, most érzékelem, hogy adja rá a teljesítményt, de például most eco funkcióban van, mert igazából annyit tekerek rá, hogy most látod, most leveszem a tekerést, most nem tekerek annyit, fölment már hármasra az a diagram. Most például rányomok egy kicsit a lábammal, visszamegyek a kettesre, és így is haladok itt 14-en, majdnem 15-tel megyek. Ha most még jobban rálépek a pedálra, akkor ugye már a motor teljesítmény lecsökken. És ezt mindenkinek kerékpározás közben nyilván ahhoz a felülethez, ahhoz az útszakaszhoz, ahol éppen biciklizik, ahhoz kell mindig hozzáállítania. Ötösben nem lehet mindig hagyni, mert olyan nyomatékot helyez a bicajra, amit elég nehéz visszatartani. De közben be is esteledett már egy picit, úgyhogy igazából ezzel is zárnám a videómat. Itt van a kerékpár, és hát mindenkinek sok sikert kívánok, aki kedvet kapott esetleg az átalakításhoz. Sziasztok!